Elvégezte a C-licenszes edző játékos szerződését 2018 nyaráig hosszabbították az MTK-nál, ahol edzőváltással is készülnek a labdarúgó MV1 tavaszára. A csapat kieső helyen áll, ősszel idegenben nem nyertek meccset, otthon viszont jegyár zuhanással emelkednének. Kanta József csapatkapitány következik. Szia, Jósi! Ez is jó reggelsz, Na most, ahogy itt már ma reggel úgy alakult, hogy kielemezzük a két kieső helyen álló csapat problémáit. A Gyirmót egy újonc csapat, az MTK egy, egy régi gárda, nagy eredményekkel, tavaly is jól szerepelt, nagyon eltérő nyilvánvalóan az, a, az az út, hogy eljutottatok ide, hogy egymás mellett vagytok a tabella alján. Nálatok mi volt ennek a fő oka, te hogy látod? Hát ez egy elég összetett kérdés, nyilván meg is volt a kielemzése a, a, dolognak, meg sokat beszélgettünk róla, ott kezdődött az egész, hogy szerintem egy, egy nagyon rossz rajtot vettünk, tehát gyakorlatilag négy megcsalat, egy pontot szereztünk, ez egy kicsit meghatározta ezt az őszt. Ugye akkor még a, például a meghatározó játékos a Sanyi sem állt a rendelkezésre, hiszen eltiltását töltötte még. Igazából a legfőbb probléma a, a támadó játéknak a, a vége volt, tehát a, a, gólszerzések. Tehát nekünk meg voltak minden mérkőzésen a lehetőségeink, helyzeteink. Ö, kevés olyan játékos van, a, vagy, vo, van vagy volt a csapatban, aki, aki, aki ez a klasszikus, ö, igazi gólszerző típus. Ö, nem, nem értünk a kínálkozó lehetőségekkel. Sok olyan mérkőzés volt, amit meg kellett volna nyernünk nekünk is át az ászló, de döntetlen lett. Volt olyan, ami ami döntetlen, és abszolút benne volt a pakliban, de, de kikaptunk egy góllal. Tehát ö, szerencsét is, meg a szerencsétlenséget is ide lehet vonni, de természetesen a mi felelősségünk, a játékosok felelőssége ugyanúgy benne van, mint a szerencsének, vagy a szerencsétlenségnek. Tehát itt viszont már megvan a párhuzam, vagy a hasonlóság például a gyírmótiakkal, van egy vészes gólszegénység. Így van, hát ez a 12 csapatos NBA, egy, ez, egy, ez egy, ez egy ilyen, ilyen bajnokság, mindenki küzd, szinte élethalál harcot vívva a pontokért. Gondolom, hogy mindenki, én azt érzem a mérkőzéseken, hogy rengeteg csapat arra törekszik inkább, hogy ne kapja a gólt, legyen meg mondjuk az egy pont, és a rugunk -e egy gólt, akkor az, 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 jó. Éppen ezért nem alakulnak ki olyan látványos, sok gólos mérkőzések. Tehát, a sűrű mezőny egyrészt izgalmas, másrészt meg igen. a, a az azért rányomja ez a bélyegét, hogy nagyon sok csapat azt mondja, az a lényeg, hogy ne essünk ki, vagyis nem kockáztatunk. Igen, van egy ilyen érzésem, igen. Hm. Tehát, Szerintem egy kicsit ez is befolyásolja hogy az, hogy, hogy, például nálunk is, hogy kevesebb gól születik, Gyirmotnál is kevesebb gól születik, de nyilván ez ezt ez nem lehet csak így ezekre fogni, ez, ez természetesen a mi felelősségünk azért, ez, 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 abszolút benne van a pakliban. Na most Józsi, régi motoros vagy, ugye, az, hogy tavaly egy bronzéren, most egy zuhanás egyelőre az ősz végére, ha kutatsz a memóriádban, akkor volt ilyen szezonod? Melyik szezonot hasonlított ehhez, vagy melyik két éved egymás után? Hát volt ilyen, de nálatok, mivel hogy a játékos mozgás a saját nevelés eladása nagy tud lenni, ezért ezt az érzést, ezt a hullám vasútozást ismered? Igen, hát sajnos ismerem, igen, tehát ez már egyszer-kétszer előfordult az utóbbi 5 7 évben, hogy gyakorlatilag az egyik évben a dobogóért küzd a csapat, majd a következő évben kicsit kicserélődik, és, és, egyből a kieső zónába találja magát, volt, hogy kies, ki is estünk, majd ezt ugyanezt eljátszottuk, hogy dobogó, ő, vagy nem is tudom, de a harmadik vagy a negyedik hely, és utána pedig a, a, fél évnél megint a kieső hely környékén találtuk magunkat. Majd akkor ugye ez az az, az év volt, amikor Torgelle, Vas, Ádám érkezett a csapathoz, és megerősítettük úgy, hogy, hogy onnantól kezdve megint évekig a dobogóért küzdött. Tehát akkor felrakétáztatok most ilyen szempontból a téli átigazolások, változások, erősítések, azok hogyan sikerültek, azt is belevéve, hogy volt például egy markáns változás, hát edzőt váltottatok, MTK-st. MTK-st váltotta, Tamás is volt készültek. Így van, történt egy, történtek azért változások, nyilván az MTK-k kiesőjén van, tehát ezt nem lehet csak úgy tétlenül nézni szerintem megtörténtek ezek a változások, edzőváltás. Nyilván ez egy, ez egy kényes kérdés, hiszen, hiszen Vasszilis-szel, hogy a Cikibával nagyon régóta ismerjük egymást, és nagyon szerettem volna személy szerint én, én is, hogy, hogy sikeres, sikeresek legyünk együtt, mert úgy gondoltam, hogy megérdemli mindenképpen a lehetőséget. Sajnálom, hogy, hogy ez, ez lett belőle, hogy, hogy gyengébben szerepeltünk. Megtörtént az a változás, Tamási Zsolt lett a vezetőedző, aki konkrét, markáns elképzelései vannak a, a jövővel kapcsolatban. Gondolom mindenki beállt most mögé, és ö, abszolút követjük őt. Történtek a keretben is változások, igazoltunk játékosokat, támadó játékosokat, akiktől, akiktől sokat várunk a gólszerzés terén, hiszen hiszen olyan gólövő játékosokat igazoltunk, akiknek mérkőzéseket kell eldönteni, hogy nincs, nincs mese, azért, azért jöttek, azért igazolta le őket a klub, hogy, hogy segítsék ezt a, ezt a folyamatot, hogy az MTK feljebb mászon a dobogon, a tabellán. Ö, a téged, ö, ne, hát az lenne az igazi, ha a ne, dobogon igen. majd. Na most Józsi, téged nem találtak meg házon belül kritikák, hogy tehát a középpályával mi volt a probléma, hogy például adsz -e elég gólpaszt a csatároknak? Természetesen ö, elég sok kritika, Ö, érte, ö, nyilván jogosan, hiszen a számok nem nem hazudnak, kevesebb gólt szerzem, egy gólt szereztem az ősszel, kevesebb gólpassz, gólpassz is van, nyilván a kritikák jogosak. Az egy másik kérdés, hogy hogy az elmúlt évekhez képest azért hátrébb futballozom, kicsit más jellege van az én játékomnak most. Bocsáss meg, ez változni fog Tanás is volt keze alatt majd? Megint hát, jössz Bizonyos taktikai változások vannak, igen, de igazából rajtam is múlik ez a része, tehát nyilván a játékon is múlik, stratégián a, a játékosok mozgásain, a csatárok mozgásain is sok múlik, meg nyilván az én képességeimen, az, az én teljesítményemen is sok fog múlni. A kritikák, ezek vele járója a sportnak, aki, aki, aki a dicséreteket örömmel elfogadja és, és büszkén áll olyankor, amikor dicsérik, az annak kutya kötelessége úgy gondolom kiállni és, és meghallgatni a kritikákat is, hiszen, hiszen, ilyen a futball, természetesen az a 2016-os év, ez, ez finoman szóval sem volt az én évem, ezért azért természetesen értek kritikák is, de úgy gondolom, hogy minden játékosnak van ilyen a pályafutásában, hogy ne, nem, nem jön össze Értek. a dolog, nem sikerül, de... Na most azt mondd meg, hogy azért egy pillanatra uh, kirázotta a hideg, uh, amikor felrökkent a ír, hogy Torgeles annyit megint kerülgeti a videóton. Hát természetesen ne, nem volt egy uh, jó érzés, de hát ismerve a Sanyit, meg utána ugye nyilván beszélgettünk is róla, uh, mondta, hogy örömmel, örömmel marad, hiszen, hiszen otthonra lehet itt az MTK-ban, itt mindenki szereti, uh, Ugye... Nagyjából most már ugyanon elképzelhetetlennek mondhatjuk, hogy Sanyi elmenjen a Hungária körútról, mint a te esetedben? Hát ezt nem tudom. Igazából a magam részével tisztában vagyok, az ő, az ő, elképzeléseivel, ezt, ezt ő neki kell tudnia, meg nyilván a klubnak bizonyos beszélgetések biztos voltak erről a, a dologról a klub és a Sanyi között. Ezt ők megbeszélték, nyilván a Torgás Sándor, az MTK futbalistája, az MTK család tagja, és jól érzi magát, nem hiszem, hogy olyan nagy oka lenne váltásra. Nyilván van egy, ilyen lehető, lenne egy ilyen lehetőség, hogy a videóton más lehetőségekkel, más anyagi feltételekkel, most csak egy példát mondva, biztos, hogy egy elgondolkodtató dolog, de a klub is egyértelműen vázolt az elképzeléseit, és a, 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 a Sanyi sértődött meg ezen, hát hogy így kell maradni, szóval... Ha netán ne így legyen, kiesne a csapat, akkor is maradna? Hát úgy gondolom, hogy egyrészt én nem, 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 szeretünk erről beszélni, hogy, hogy kiesésről. Akkor fogalmazunk úgy, jövőre is az MTK-ban fog szocizni, történjen bármi? Hát ha rajtam múlik, akkor, akkor természetesen igen. Mi van közben ezzel, mert az elején ezzel kezdtük ez a céliszenz, tehát azért rövidesen kezdett kóstolgatni az edzősködést is, az aktív futball mellett akár? Így, így van ez a, ez a célom. Az, az igazság, hogy azért most már nem tartozom a fiatal generációba sajnos. Ugye most lassan 33 éves leszek, azért szép lassan el kell kezdeni a jövőre is gondolni. Úgy érzem, hogy az edzői pályához meg lenne a képességem. Úgymond, úgy érzem, hogy ebbe jó tudnék lenni esetleg. Tehát vannak is, abszolút. Van ambícióim uh -huh. természetesen. A kisebb megbeszélések, a kisebb beszélgetések már voltak erről a, 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 a klubnál is. Meglátjuk uh, nyilván pozitív, részemről pozitív beszélgetések voltak, mert a klub uh, um, tehát szívesen segít nekem elvileg, tehát uh, volt egy ilyen beszélgetés, hogy Domonyai Lászlóval, hogy, uh, hogy majd én edző leszek, és hogy uh, kicsit ilyen barátias beszélgetés is volt, hogy majd <laughs> Én leszek az MTK vezetőjegyzője egyszer, tehát most csak ezek ilyen ö, apró beszélgetések voltak, semmi konkrétum. Hát igen, de, lehet, de örülök, hogy Józsi Bácsi után, neki... lehet, hogy majd leszeszek Kanta Józsi Bácsi. <laughs> igen, igen, igen. De örülök, a klubnak is, ö, tehát, hogy ö, benne van a fejébe az, hogy. hogy. Ö, uh -huh. Azt mondnak végül, hogy, ö, hogy ö, már a Honvéd ellen is egy, ö, hát nem tudom, mondjuk így megújult MTK-t láthattunk a hétvégén a bajnokságban? Hát az őszi szezonhoz képest mindenképpen egy megújult MTK-t. Szeretnék én is ö, látni, meg átélni a pályán. Ö, hát úgy, úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a felkészülésnél, sokat dolgoztunk, ö, ö, sokat beszélgettünk, sok, ö, sok minden történt, ami, ami pozitív irányba kell, hogy elindítsa a, a csapat szereplését. Ö, a többi pedig a pályán dől el. Most beszélni lehet sok mindenről, hogy hogy mindent megteszünk, ez a ez, ez, ez természetes dolog, hogy mindenki mindent megtesz a pályán. Teljesíteni kell. Józsi, hát akkor hétvégétől beszéljen a lábatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.